annyira örülök, hogy velünk vannak, annyira örülök itt a stúdióban is a közönségnek, de főleg a vendégeimnek ma este, itt van velünk Valko Eszti, Balázs Andi, Hajdú Peti, és Hajdú Steve! Jaj, de jó! Együtt látni benneteket újra. Peti megígért, hogy júliusig nem jössz már, ugye? Hogy kerülsz ide egyébként? Tudom, hogy te vagy a műsorproducere, tehát, hogy, de hogy, ugye, általában szerdán sem szembesülök azzal, hogy kik a vendégek, és egyszer csak még Hajdú Peti, mondom, két hete is volt, ez hogy csinálod? De frusztrál a jelenlétem? Nem, de tudod, hogy mennyire kedvellek. Hát ez tudom, amióta... De miért nem örülsz neki, hogy itt, úristen, engem már megint itt van, megint jó lesz a nézettség. Ezt így kellene felfogni. Ha csak nem az van, hogy valami drága vendégre spóroltok, és akkor te itt egy gázsit kiülsz. Szerinted én nem veszem ki a pénzt magamnak? Jó, addig kaptok rendesen pénzt a Petitől? Én nem pénzért csinálom, én a dicsőség. Szerepet, szerepet, pompa, fény. Ezt nem tud magadról elmondani, ezt, ugye? Nem. Én azért jövök, mert a Peti itt van. Mi barterezünk. Igen. Én meghívom ide a Steve-et, ő meg a Madácsba, tehát ennyi. Nem mondod. De. Tudnál rá szerepet osztani, vagy nézőt? Nem, nézők. Ja. Állítólag az egyik legjobb néző a Péter. Kérlek, mutasd meg, hogy nézel. És ha a Peti ott van, akkor teltházban a Madácsban is. De tudsz egyébként műértően nézni? Vagy tényleg mindig ez az unalom, ami általában a műsoraidban is? De hogy kell műértően? Hát nem tudom, mert ha van egy érdekes vendéged, akkor is így nézem. Szerintem te valamik másik mozit figyeled esténként. Melyik műsorra gondolsz? Nem tudom, mit nézel? Én a Frisbee-nek akkora rajongója vagyok. Élek, ott vagyok, figyelek, hát a Steve is volt már vendég, láthatta. Te is így látod, hogy egy dinamikus... Én nem mertem eddig szólni, én azt gondoltam, hogy véletlenül ilyen lidokainnal lefújják az arcát. És akkor van ez az... Én nem tudtam, igen? Ez a botox jele. A botox? Hogy ja, milyen sima az arcod, biztos botoxolsz. Nem, te még... Nekem még nem kell, az én koromban még nem kell. A botox jele, meg a felvarrás jele az az, hogy te szakállas vagy? Nem. Akkor nem sikerült a felvarrás, mert a fanszőrt fölhúztak ide. Prevenció is, azért nem látod effektíve az érzelmeket az arcán, hogy ne öregedjen meg, ugye, mert minden egyes mosoly, meg minden ilyen az dolog, ráncosít. Az ráncosít. Igen. És Peti ezt megelőzi szépen, fegyelmezetten ül és néz. Na kezdjük el, szerintem az egész világot bejárta, hát, hogy is mondjam, a magyar színekben induló versenyző sí akrobata, ez tudom, hogy ez egy gúny szó most már. Elizabeth Sweeney neve, a sportolónő, hát nem lenyűgöző teljesítményének köszönheti ezt a világhírt, hanem annak, hogy kétszer is úgy jött le a félcsőbe, hogy egyetlen trükköt sem mutatott be. Pedig ennek az a lényege, hogy valami trükkök keletkezzenek ott, ahogy kipördülsz, vagy nem tudom, hogy. Mindez ugye a pjongcsangi téli olimpián, hogyha valaki nem tudná. Én azt gondolom, hogy mielőtt erről beszélnénk, nézzük meg ezt a videót, ezt a teljesítményt, nem túl hosszú, jó? Nézzük meg Elizabeth Sweeney-t magyar színekben. Sweeney. Energy. From Hungary, out of Oakland, what can she deliver on here in Pyeongchang? Awesome. Ez olyan, mint te Muraóban, nem? Itt egy kicsit lelassul. Hopp, fölle. Nem fölle. Nem tudom, nagyon. Az, és nagyjából itt is a vége a produkciónak. Még integet, azt várjuk meg, mert az a legjobb. Tényleg. Nézd meg, nézd, hogy nem érzik, hogy mi van. Az olyan nagy hangzavar nincs ott a pályán. Tehát. Volt egy pillanat, amikor én azt hittem, hogy meg fog állni. Én nem tudom, én megnéztem ezt, és mindenki úgy konferálta fel, hogy hát ez valami borzalom. És néztem, és úgy azon gondolkoztam, de hát mi a baj ezzel? Tök jól csinálta. Hát lejött a végén háttal, azt hittem, hogy az baj, de kiderült, hogy ez egy 360 fokos, ugye ezt így hívják, 360 fokos, akkor háttal lejössz, az lehet, hogy csak 180. A lényeg az, hogy sí, akrobatika és trükkök. Ezeket a szavakat jegyezzük meg. Peti, szerinted? Én 25 éves síjelek, és meglehetősen jól. Igen. Hát több embert tanítottam meg síjelni, téged is bármikor. Na, szóval... Erre meg tudnál tanítani, amit itt látunk? Erre meg, de ő síjelni sem tud.
Tehát, hogy eleve hátul ült, tehát van egy tartás, amit a botot rosszul tartotta, hátul ült a lécen, ahogy siklott bele a félcsőbe, már az is csúnya volt, tehát ő szerintem körülbelül egy ilyen egyhetes síoktatáson vehetett részt, és azután indult el. Azért nem teljesen komoly pályafutása van, még mielőtt folytatnánk, bocsássatok meg, azt szeretném, csak hogy lássátok, mert én is így voltam vele, hogy egyébként hogy kéne kinéznie ennek a sportágnak. Oké, mi óriási? Szóval itt ugye rengeteg kérdés felmerül, mert most nagy vita zajlik arról, egyrészt, hogy ez hogy kerülhetett bele a magyar csapatba, a másik pedig, hogy nekünk ez most szégyen, vagy egy tök jó trollkodás, aminek örülnünk kéne. Én nem értem ezt az Elizabeth-et, mert valamit olvastam róla, hogy ő máshol is próbálkozott már, hogy bejusson különböző egyesületekbe. 2006 óta szeretne kijutni bármilyen olimpiára. Igen, tehát, de hogy nem értem, tehát hogy én sem vagyok egy óriási síelő, mármint hogy lecsúszok a pályán körülbelül, mint Elizabeth, de hogy nem értem, hogy ezt neki, ő ezt miért erőltette? Az olimpikon akart lenni. Mert egy álma valósult most meg. Na, tehát, hogy igaziból tök becsülöm a nőt, mert hogy fejébe vette, hogy ő kimegy egy olimpiára, és valóban megtörtént. De ki lehetett volna sztávként is. Hát tehetség nélkül, de akkor is ott volt. Úgy jutott ki, képzeljétek el, hogy a kvalifikációhoz bizonyos számú top 30-as eredményt el kell érni. És ketten. Általában olyan nemzetközi versenyeken vett részt, ahol durván 20 fő vett részt, és úgy lett mondjuk 18-dik, hogy ketten elestek. Igen. Nem vicc. Nagyon. És így hozta a kvalifikációhoz szükséges eredményt, ezt elküldte faxon a Magyar Síszövetségnek, és azt mondták, hogy gyere Elizabeth, küldünk neked néhány melegítőt, rá van írva Hungary, és várunk Pyeongchangban. Hogyha emlékeztek, én emlékszem rá, hogy... Milyen Elizabeth? Amerikai. De az magyar. De nem tud magyarul. Az a legszebb az egészben. Hát nem, azért nem van mindegy. Van Google fordító. Ja, igen. Csőfél. Hát ez le tudja. De emlékeztek, az angoloknál volt az Eddie the Eagle, Eddie a sark. Így van. Ő például ő kisgyerekkorában, nem tudom, láttátok-e a róla készült önéletrajzi filmet, nekem megváltozott a véleményem Eddie-ről is, meg erről az Elizabeth-ről is, mert ez az Eddie például gyerekkorától fogva ő olimpikon akart lenni, arra készült. És próbált magasat ugrani, nem ment. Próbált távolugrani, nem ment. Már majdnem föladta, az apja büszke volt, és rájött, hogy nem, nekem téli olimpián kell elindulnom. És látott, megtanult csinálni, körülbelül így, mint Elizabeth, és kitalált egy olyan, látott egy olyan dolgot, hogy a kvalifikációhoz az kell, hogy az ország rekordját síugrásban megjavítsa. És Angliában egy 1863-as rekord volt, ami 17 méter. Úgyhogy ő elindult a helyi válogatón, és 19-et ugrott. És bekerült az olimpiára, és ott volt 88. De azért nem teljesen olyan, mint Eddie, mert azért Elizabeth nagyon sok mindennel próbálkozott. Tehát ő például 19 éves korában Arnold Schwarzenegger ellen lépett a választási kampányban, mint kormányzó szeretett volna. Hát akkor itt már más bajok is van. Azért mondom, más bajok is van. Várjál, akkor... Aztán... Ott volt Eddie a sas, akit említettél, Erik az angolnak, emlékeztek az úszóra. A jamaikai bobcsapat. A jamaikai bobcsapat. Az mennyire jó az volt is. A film. Igen, de ő mégsem lett, most éppen az NBC Today Show-ban is szerepelt már, de ott se kesztyűs kézzel bántak vele, tehát beült Hungary melegítőbe, és mondták neki, hogy figyelj, ez nem ciki, és nem, ő nagyon büszke az eredményére. Miért nem lett belőle, egy ilyet olvasni, hogy Bözsi a griff? Tehát... jó! Tehát ő miért nem? Azért, mert valami hazugság van az Erzsibe. Na. Az a hazugság, hogy ő ezt trollkodásból csinálja. A sasról, tehát Eddie-ről, meg a Erikről, az angolnáról is azt érzem, hát az Erik, az angol, az életéért küzdött. Mert hogy kiusszon, tehát vele tudtam menni. Az Eddie a sas, az nem ugrott még életébe 90 méteres sáncon, ott Calgaryba csinálta először. Hát látszott a rettegés, mindenki szurkolt. Ezen az Erzsébeten viszont azt látom, hogy ő átbasz minket, de kurva. Tehát ő azt mondja, hogy nagyon csinál. Integetett, hát igen, hova integet, integet? Hogy ez van. És elmegy a tudésóba az NBC-hez. Elmegy mindenhol, szereplésvágy, ott akar lenni. Nem tudom, én ismerek valaki, aki mindig ott akar lenni valahol. Nézd rám! Na, de ő megtehet. Ugye? Na, de Steve, hogyha
Erzsi, ahogy te nevezed, Bözsi, a Gríc. Én azt hiszem, hogy nekem szólt. Most már fogadd el, hogy Andi vagy. Kérlek. Nagyon nehezen megy még. Szóval, hogyha mondjuk megpróbál egy ilyen szaltót, pofára esik, és az arcával végigcsúszik a kamera felé, és ugye a havat beletolja az operatőrbe, akkor megsajnálod. Akkor szeretem, mert átérzem, tehát látom, ahogy, mint hogyha én csinálnám. Igen. És akkor csinálom, hogy de jó, és megcsináltad, és kimentél, és vállaltad, hogy ilyen kis bénzsó vagy, de mégis bejutottál. Hát ugyanúgy, mint Eriknél, igen. hogy szurkoltunk neki, hogy még azt a 10 ezt az egészet, azért szánalmas. Igen. De hogyha neki, tehát tényleg most csak az ő szemszögéből nézed, én részt akarok venni egy olimpián, mert az, ami óriási igen, lehet. És megkeresi annak az útját, módját, azt a részt, ahogy te mondtad, azt a sportágat, azt a nációt, ahol, és basztus is ott van. Igen, nem, de nem a probléma, le a kalappal? Nem le a kalappal, mert a probléma nem azzal van, hogy ő eléri a célját, meg hogy valamit szeretne, hanem azzal van a probléma, hogy ő ezt nem azért akarta, mert ő annyira szereti ezt a sportot, és hogy akkor nem, magamhoz képest elérek valamit. Igen, baj, mert az egész egy öncélú, narcisztikus, de nem került senkinek semmibe, nem vette. De ezt így nem vette senkitől egy helyet. Egy iskola versenyen, hogyha egy kisgyerek nem nyer, sírva fakad, mert szégyeli magát. Ennek hát, van nevelve. De nem ez az amerikai, ez az amerikai metódus. Gyerekek, itt vagyok, tehát ott minden van. De hát őnek is sírni kellett volna, és bocsánatok kérni. De nem látjuk a szemüvegtől. Hello, becsúsztam. Én megmondom őszintén, én nem tudnék lecsúszni. Megint csúsztok egyet. Adjál már. De nem tudjuk, milyen versenyezzetben. Én gyerekkorom óta ugyanúgy, ahogy a Péter síel, én lovagolok. Tehát körülbelül 6-7 éves korom óta lovagolok. Szegény paci. Tudom. Én is sajnálom, de utána levágjuk őket. Na jó. Szóval, hogy az volt, hogy elindultam ezen az első nemzeti vágtán, és én, mint jó lovas, azt gondoltam, hogy ugyan már, hát semmi gond, két kört megyünk, nem nagy cucc. Még arra vettem a bátorságot, hogy próbára volt egy próbafutam előtte való nap, nem forgatok, úgyhogy én majd csak a versenyre megyek. Mert hogy jó lovas vagyok. Ehhez képest kint volt 10 000 ember, szólt a rezes banda, a lovam, ami eddig olyan ló volt, hogy noszogatni kellett, hogy vágtázzon, már tajtékzott, habos volt a szája, elindult a verseny, és én 100 kilóval így kapaszkodtam a szájába, hogy nehogy ott meghallja. Utolsó lettem volna, hogyha a Hajas Laci nem esik le a lóról. Úgyhogy így büszkén elmondhatom, hogy 7. lettem, a Laci lett a 8., de én összeszartam ott magam. Tehát Erzsikének is valószínű egy ilyen félcsőbe lejönni, tehát abba a közegben... Milyen nevet szeretnél így ezen teljesítményed után, mint Steve, a Kentaur vagy? De most ennyi erővel én elindulhatnék mondjuk egy talajtorna. Most ezt fejembe veszem, hogy akkor mit tudom nem én a szlovákoknál bejelentkezek, egy jó és ott talajtornát, egyáltalán van semmi. Van kedved hozzá? Kedvem lenne, testem nincs ott. Ízületem. De megoldanám. Tehát valahogy megoldanám. Hogy azért becsülöm a csajt, mert azért Gerenda. Ezt a fejébe vettem. Látszom, hogy megyek a gerendán, majd te tartasz. Tehát, hogy én fejembe veszem, hogy én ezt mindenképpen akarom, és ez a csaj megcsinálta, tehát, hogy ez utána kutatott, bejelentkezett. Abszolút. Tehát, abszolút. Hogy azt az egyet becsülöm benne, az valóban nem annyira kellemes, hogy ő ezt így vitte. Te ezt úgy hívják, hogy egy akarnok. Ki használta, hogy szeretem. Mi magyarok miben vagyunk a leggyengébben? Jó, ki használ bennünket, ha itt tartunk? Igen, ki használ bennünket. Igen. Most rájöttem. Megvilágítottam. Fecsérelte a nevünket. Tegyük fel, nektek is álmotok az olimpia. Te ugye golfozásban vagy például, Zseni, hát a talajgimnasztikában. Abszolút. Golfozásban. El tudnád-e képzelni azt, hogy valamilyen országot te kifigyelsz, megnézed az Atlaszon, a neten, stb., ott beiratkozol, és azt az országot képviseled az olimpián, golf? Elbírom képzelni. Én megtenném ezt. Esküszöm, sőt, még le is feküdnék valakivel. És? Az se baj, ha nő, ugye? Talán ezt mondanom se kellene. Mely sportágakban vagy te zseniális? Mindben. Azért van egy pár. De soroljuk. Miben nem, inkább a nemet. Focizom, angolul, futball. 25 éves síelek, 10 évig karatéztam, 7 évig kézilabdáztam,
squashon is jól tudok. Tegyük fel, tollaslabda, nem áll nagyon messze a dologtól, tollaslabda, és mondjuk Bocvánának nincs tollaslabda klasszisa. Egy török bálinton felkészülsz, és el tudod-e képzelni azt, hogy a következő a tokiói olimpiára még van egy kis idő, te Bocvána színeiben tollaslabdázol, csak hogy meglegyen az élmény. Biztos, hogy nem. Miért? Mert... De égne a pofámról a bőr. De mi a, mert hogy rossz vagy? Tollaslabdából, amiatt? Nem azért, mert rossz vagyok, hanem mert Bocván színekben. Kerestem egy kiskaput, és rájöttem arra, hogy mondjuk Bocvánában a leggyengébb a tollaslabda csapat a világon, és ezért én ott indulok el. Ahelyett, hogy venném a fáradtságot, és minden nap edzenék, és a legjobb lennék itthon tollaslabdában. Ebbe igazad van. Látod, milyen igaza van? De Peti, hogyha egy olyan missziót teljesítenél, hogy azáltal, hogy te ilyen mém lennél a Bocván tollaslabda szövetség szemébe, és hihetetlen sokan a 24-es olimpia után elkezdenének Bocvánába tollasozni, azon az áron, hogy te be is égtél mondjuk az olimpián, de nagyon népszerű lennél egy országban, és föllendülne, és lehet, hogy majd a 30-as euró, vagy micsoda olimpián már te lennél az Isten, és lehet, hogy egy olimpiai bajnok bocvánai tollasozó is lenne. Vagy az olimpiai bizottság elnöke. Tehát itt nem lehet meggyőzni. Gamoron főtenni, hogy épp is szerválsz egy ilyen. Azt sem? Nem. Csinálnának szobrot róla. Nem tudod meggyőzni. Szobrod lenne, ilyen tollasnabdal a drágba. RSG-be, ritmikus sportban. Azért látod magad előtt, hogy így dobál. Micsoda, én dobálom. Belize színeiben. Esther Valko. From Belize. Az gyönyörű lenne. Na, váltsunk témát. Emberkereskedelem előkészületének gyanúja miatt elrendelte a nyomozást a BRFK abban az ügyben, amiről az RTL Klubban ment le egy riport pár hete, biztos láttátok. A riport arról szólt, hogy egyre több család szeretne ugye gyermeket örökbe fogadni, viszont Magyarországon 3-4 évet is kell jó esetben várni, míg valakit egy gyermeket örökbe fogadhatnak. És emiatt nagy a kereslet, egyre több terhes anya dönt úgy, hogy pénzt kér a magzatáért. Magyarán illegálisan eladja a csecsemőt, és az RTL Klub stábja feladott egy hirdetést a neten, amire jelentkezett is egy pár, és ők 5 millióért adták volna a gyereket. Szerintem ez egy rettentősen szomorú történet. Hát gondoljuk igen. Végig. De tényleg, nem, én csak azért, bocsánat, hogy rögtön reagáltam erre a dologra, de tényleg tudom tapasztalatból is, de hogy nagyon sokan szeretnének gyereket, és nagyon sok párnak nem jöhet, nem adatik meg ez a dolog. Akkor ez miért nem jó? Hát azért mondom, hogy szomorú történet, mert hogy alapvetően ugye nem lehet gyermekük, és az a szomorúsága az egész dolognak az, hogy még hogyha lenne lehetőség rá, akkor is alapvetően ez akadályozva van. De nem, ez... teljesen egyetértek, csak itt az a kérdés, hogy nyilván ezek a, tehát például ez a pár, akit találtak, nyilván szegénységben élnek, hát igen, tehát ez egy win-win szituáció, ez most komolyan kérdés, így van, tehát egy dolgot tudnak szaporodni. Igen. De hát 5 millió egy gyerek, akkor hogy rendelek nála, hogy kérek két gyereket? Hopp, 3 lett, maradhat? Hát az már 15. Nézd, nagy valószínűséggel ez a pár nem Lombik programra megy, ahol ugye gyakoriak az ikrek, tehát nagy valószínűséggel egyet fog megszülni a szaporanya. De induljunk ki ebből. Tehát van egy család, szegénységben élnek, gyereket már nem akarnak, de egyébként szívesen mások megrendelésére szaporodni tudnak alapon, csinálnak egy gyermeket, és odaadják 5 millió forint. Az 5 millió forint kihúzná őket a csávából, és a másik pár is boldog, aki egyébként hazavisz egy egészséges gyereket. Hát igen. Kérdezem, ez most azt sem tudom, hogy álságos-e a kérdésem, de mi a baj ezzel? Andi? De hogyha majd a gyerek felnő, akkor elmondják neki a szülei, hogy 5 millióért vettünk téged? Én nem gondolom, hogy azt el kell mondani, hogy 5 millióért vettünk téged. Azt hogy örökbefogadó gyerek, azt általában el szokták valamikor mondani egy bizonyos életfázisban. De hát el van lehetetlenítve, tehát hogy 3-4 évet kell várni logikus, tehát hogy tényleg annyit kell. Ez a gáz, hogy kinézel egy kisgyereket, közben elvégzi az iskolát. Igen, nem csak azt kiválasztasz egy gyereket, aki utána egy csecsemő otthonban, vagy egy ilyen bentlakásos otthonban él, miközben már nálad is lehetne, de a papírok miatt 3-4 év után jön oda a gyerek, aki ma annyit sérül. Gyerekek, ti magatokból indultok ki, nagyon kedves emberek vagytok mindannyian, hogy örökbe fogadnátok. Talán még segíthetnénk is azzal, ha gyermekei vannak a Bocsinak is, meg a Petinek, hogy ne az árvaházban, ne ott legyen a gyerek, hanem biztonságos környezetben. De mi van, hogyha valami beteg elmélyű ember fogadja örökbe?
Mi van, hogyha ki akarja őt használni? Mi van, ha bántalmazni akarja? De hát ezért jó az állomra. Egy pszichológiai vizsgálat 3-4 évig tart? Hát szerintem 3-4 évig nem, de alaposan meg kell vizsgálni, hogy ki alkalmas arra. És hogy egy ilyen idióta, akiről te beszélsz, felkér egy béranyát, és pénzért kiordatja. Erre nem gondoltam. Na hát erre van, hogyha van pénze, és megkéri, hogy mit hord ki a gyerekemet 5 millió forint, plusz 1 millió, ha ott lesz. Mert nagyon jó, hogy a pénz miatt van a probléma, hogy effektíve pénz. Hát amúgy sem, tehát ha nem lenne pénz, akkor sem ajándékozhatod oda a gyerekedet valakinek. Tehát akkor is az állam belenyúl, igen. És jó, de nem olyan egyszerű ez sem. Persze, mondjuk ennyire nem mentem bele a témába, de gondolom, hogy itt a legfőbb probléma az a pénz. Tehát, hogy nem, van erre egy másik módszer is, amit szoktak csinálni. Beszélj. Sajnos Magyarországon minden héten otthagynak a szülőszobán, illetve a kórházban egy-egy gyermeket, és ugye az anya biztos, az apa nem. És én úgy tudom, hogy van erre lehetőség, hogy ha van ismerősöd, nem, hanem odamész, megbeszéled, és beírnak téged apának, és akkor az a hiheted. Miután már tudod, hogy egyébként árvázba kerülne az a kis újszülött. Uh-huh. Ez nekem furcsa lenne, ha így lenne. Hát van ilyen, hát de nem legális. Valahol az utcán, és azt mondja, hogy jelentkezem apának? Jó, de ez nem legális dolog. Jó, nem legális, ja, értem. Nem legális, de ez lehetne legális, mert ez egész más, szerintem. De itt hogy szűröd ki, hogy mondjuk az az ember... De soha nem tudod kiszűrni. Tehát a tutira nem lehet de miért menni. Is, hogy egy pszichopatának miért? Születik egy gyerek egy másik pszichopatának, amit akkor ki tudod szűrni? Azt gondolom, hogy azért, az mégse 3-4 évig tart, még egy pár kis gálat. Igen, 3-4 évvel van itt a baj. 3-4 évvel van a baj, és nekem ez morálisan nem stimmel, hogy pénzért hordja ki a gyereket, de hogyha valaki egyébként otthagyná, és árvázba így kerülne van. Az a gyerek, és van mondjuk a Steve vagy bárki, ki azt mondja, hogy mi szeretnénk örökbe fogadni, most írjatok igen. be apának, és hazaviszi a gyereket a kórházból, az szerintem az tök jó, mert hogy nem kerül árvázba a gyerek, szeretetben nő fel, és megoldódott egy probléma. Itt azt mondtad, hogy morális probléma van a pénzzel. Azért te bedobtad, Andi, a béranyaságot is. Ugye ott van Kim Kardashian és Kanye West története, akiknek már van két gyerekük, illetve megszületett most a harmadik gyerekük, akit egy béranya hordott ki és szült meg nekik, úgy, hogy ugye a Kim Kardashian petesejtje, Kanye Westnek a hímival sejtjéből egy béranya, tehát teljesen genetikailag az ő gyerekük, csak egyszerűen Kim Kardashian például az alakját nem akarta még egyszer tönkretenni. Ez Amerikában egy legális dolog. Nálunk ez is tiltott. Ettől is, ez is olyan, és is pénzé. Szerintem ez nem. Én ebbe benne lennék. Tehát én azt gondolnám, hogy alapvetően egy nőnek, most nem azt mondom, hogy jó érzés szülni, de hogy az egy szép dolog, hogy végigköveti, ahogy növekedik benne a gyermeke. De ezt kétszer megcsinálta ki, és harmadszorra nem tart erre igényt erre a szépségre. Lehet. Elfogadom. De el lehet fogadni? És pénzért történik. Tehát elfogadom, hogy ő így döntött, de én biztos nem csinálnék ilyet. Tehát, hogy ez egy olyan önzőség a részén. Meg, hogy kérje meg a, nem tudom, a barátnőjét, hogy hordja ki, mert képtelen lesz utána lefogyni. Hát menjen a c***ába. De komolyan. Hát ez milyen na de két ilyen? Gyerek után, tehát nem akar harmadjára. Nem akar, és utána ne szüljön gyereket. Kifizetem a belműtétet, kifizetem neki Sobert Norbit vagy Rubint Rékát, a fitness edzőt. Mit akar még? Hát de tudod már, hogy a narancsbőr az nem úgy van, hogy kifizetem. Az pénzzel már nem lehet elmulasztani. Van valami normális magyarázata annak, hogy miért béranyát kérek meg, hogy szüljön, de az tényleg nem ne legyen már ha kifogás. Ha belehalna mondjuk a szülésbe, hogy olyan egészségügyi problémája van, akkor nyilván elfogadom. Akkor elfogadom én is, de azt, hogy most azért, csak azért, hogy az alakom vagy a karrierem. Uh-huh. Én máshogy vagyok vele, mert én magam fogadott gyerek vagyok. Tényleg? Igen, az apám fogadott az anyámmal, hogy hülye leszek. És már mindenki... Apám nyer. Én meg már így kezdtem, hogy elolvadni. Így van, minden jó. Én is így kezdtem. Ma ebből a műsor... Hogy már látta a szalag cíl. Mert ebből a műsorvezető, hogy jön ki jól, érted? Mit csinál a fél? Nem tudom, hogy nektek bármikor az életetekben volt egy olyan időpont, egy olyan szakasz, amikor gondoltatok arra, hogy de jó lenne mindent itt hagyni, mindent pénzé tenni, és egyszerűen vagy elindulni egy világkörüli útra, vagy a világ egyik pontjára elköltözni, és valami teljesen másba belevágni.
Nekem volt egyébként, tehát azért nem mentél. Minden reggel. Mi tartott? Nekem minden reggel. Nekem nem volt. Nekem nem volt, nem volt nekem sem. Tehát soha nem volt ilyen, hogy nem. Ez azért nagyon sokak álma. A gyerekeim miatt nem volt ilyen, meg mondjuk az anyám miatt. Uh-huh. De én is, engem is ezek de a vágyaid azért még úgy megvannak. Így van, tehát hogy vágyként szerepelt ez valahol. Nincs. Volt a világnak egy olyan. Jó, mert hogy ez tényleg nagyon sok embernek a vágya, és van itt egy nagyon kedves pár, Kim és Paulo, és ők úgy döntöttek, hogy mindent pénzét tesznek, elindulnak, hát nyilván az a pénz valamikor elfogy. De sokáig nem jutnék. Sokáig nem jutnál, de ők igen. De hogy ők mivel... De hogy ők mivel finanszírozzák ezt a világkörüli utat, akár a végtelenségig, erről fog majd beszélni. Nem sokára a reklám után. Köszönjük vissza mindjárt. Továbbra is a vendégek. Falkó Eszki, Palázs Andi, Hajdú Peti és Hajdú Steve. És itt már a reklám előtt nagyjából sikerült tisztázni, hogy egyedül nekem, illetve az Esztének volt valaha olyan vágya, hogy egyszer mindent itt föladni, vagy eladni, pénzét tenni, és külföldre menni, elköltözni, és valami teljesen más helyen egy új életet kezdeni. Petinek, Andinak, Steve-nek nem nagyon, de hadd számoljak be nektek Kimről és Paulóról. Kim és Paulo egy igen attraktív olasz pár, és ők úgy döntöttek, hogy megvalósítják régi álmokat, és egy ilyen világutazást terveznek. Na most előbb-utóbb rájöttek, hogy hát azért ez egy költséges dolog, ez a világutazás. Egy fiatal pár, tessék? Okos pár lehet, hogy így rájöttek, hogy ez egy költséges dolog. Na most meg fogsz döbbenni, hogy mennyire okosak ők egyébként, mert azt találták ki, hogy ők már bejárták, várjál, Spanyolország, Kanári-szigetek, Franciaország, Lengyelország, Görögország, Montenegro és jelenleg Argentínában vannak. Ez azért tudható. Az viszonylag olcsó. Mert hogy nem szelfiket készítenek, hanem gyakorlatilag intim videókat, erotikus filmeket készítenek saját magukról, és előfizetőik vannak, tehát gyakorlatilag a Peti, ahogy otthon nézi őket a $8.99, az nekik megy a kasszába is, hát szépen zsabon utaznak. De ezeken a helyeken szexelnek? Ott, ezeken a helyeken, így van. Hát ez olyan, mint egy ilyen közösségi... Felmenek az Akropoliszra, és akkor ott izé... De egyébként mennyire hülyék a gatyán, kitalálta, elég lenne, hogyha csak a nő, ha csak a nő vetkőzne. De lehet, hogy vannak női nézők is, lehet, hogy neki az, hogy a Paulo. A gatyának a weboldala erről szól. Nem erről fős, szól. De erről hát szól. Erről szól, de még arról is, hogy szól, pluszba fizetsz pénzt, hogyha ott van a sarokba a seprű, vedd magadhoz. $20 ott van a pókháló. Mert a gyerekek ez teljesen más. Hát itt ez a fajta szolgáltatás. Más? Hát mert ott a gatyán keresett ezen, nem? De ők... nem, hát nyilván kapnak részesedést, valamennyi sert a lányok. Na de itt nem sert kapnak, hanem megkapják a pénzt, olyan, és a pénz az utazásra megy. Tehát ők másképp nem tudnák finanszírozni. Egyébként a lány fordító volt Olaszországban, a fickó meg egy ilyen IT-s, ilyen programozó, és saját maguk, tehát ők egy szerelmes pár. Ők amúgy is csinálják ki ezt. Uh-huh. Senki nem ismeri őket, és rajongóik vannak világszerte. Hát most már igen. És akkor annyi, hogy az életükbe bepillantást nyerhetünk, vagy csak a szexuális egy életünk? Egy szexuális, ha te megnéznéd, hogy az Akropolis hogy fényképezi Kim. Hát nem, hogy biztos van valami kis ilyen sztori, mint a pornók elején, tudod, hogy... Igen, hogy megjött a vízszerelő. Annyira szeretlek, az... vedd le rúgálat. Igen. Valami. Vagy nem tudom. Tehát, hogy biztos van valami. Most itt vagyunk éppen Argentínában. Nagyon szép volt, most néztük meg az argentin állatkertet, gyere kicsim és csinálj a bokorba. Tehát, hogy valami sztori van előtte. Igen, de nem tudom, hogy kapcsol, és már. De ez egy érdekes dolog. Tehát te sztori van? Neked nem volt múltad, ugye? Tehát... Ne, most múltam. Mm-hmm. Volt, de nem akarok róla. Nem akarok, minden előkerül. Fiatal voltam, tudod, kellett és a bohó, pénz. Fiatal és bohó, és még vagy egy tőke. A sztori egyébként, szerintem, hogyha egy kis storyboard lenne mellette, akkor sokkal jobban menne. Okay, helyszín... Tehát, hogy tényleg, hogy de elmennek. De tényleg, hogy leszállunk a repülőre, csak egy pár vágókép, például kézen fogva húzzuk a bőröndöt, mm-hmm. Jaj, de szép az első kávénk a nem tudom hol, a nagy téren. Gyere, menjünk el ebbe a szép WC-be. Gyere, így van, gyere, menjünk be ebbe a szép, de gyönyörű ez a WC, gyere be. Üljünk rá a mosdókagylóra. De szép a hajad, okay. Kicsi. Vagy valami. A férj megszereli a vizet, igen. Vagy a csapot, nem a vizet. Engem az nem érdekel. A szerelő, az jó, az a kis szerelőnadrág, lekapcsolja. Én egyszer képzeljétek el kertünk, nagy kert, oda költöztünk, és hát kívtam a kertészeket, és körülbelül azt képzeltem, hogy mint a született feleségekben Gabriela Solis, majd egy koktéllel így kín ülök, és jönnek az iszonyatos, gyönyörű férfiak, ahogy így a kis kantáros gatyája egy leomlik, és pont a kis izzadt testével ott majd nyír meg, és én ezt gyönyörűen kitaláltam, hogy ez így fog történni,
majd az első mondat. Jó napot, művész, ne hallgatj, hogy írnék, én meg így csókolom. És egy ilyen 70 és 80 között lévő, egyébként baromi kedves úriember. Nem, az első milyen volt? Hát nem volt rajta, nem kellett a kantáros nagyok, hogy elképzeljem, de hogy így ahogy elképzeled, tudod, de hogy majd ott a teraszomon ott viszi a hajamat a szél, és a kis pongyolába ott megyek. És akkor neki esett a metszólóba, és akkor ott az anyjának te meg nézd. Na jó, szóval ezt, amíg egyébként ők esztétikusok, ezt a végtelenség lehet csinálni, Eszti, te mondtad, hogy igen, neked volt. Pornós múltad, já, nem. Hát, ide a kettőnek. Együtt dolgoztunk, emlékszem. Tehát, hogy volt olyan vágyad olykor, hogy ez egyszer csak eszedbe jutott, hogy mindent itt hagyni, és valami teljesen máshoz kezdeni. Hol? De vagy nagyon távol, vagy nagyon közel, de mondjuk nem Magyarország határaim belül. Pont az egyik testvérem ugye Salzburgban lakik, és viszonylag sokat látogatom, és az egyik barátnőmnek van egy ilyen kisebb kocsmája. És nagyon tetszik, hogy 20-30 ember fér el benne. Törzsközönség, meg minden is ilyen törzs italok vannak, és mindig úgy elképzelem, hogy milyen klassz lenne egyszer én állnék itt a pult mögött, az enyém lenne az egész kócerány, mindenkit ismernék, végész. És hogyha neked adná valaki, akkor most innen lelépnél Salzburgba? Hát nem, eddig nem jutottam el, csak addig, hogy milyen, tehát így eljátszadozom a gondolat, hogy mi lenne valami egészen más dolgot csinálni. Mi lenne a Stammgast? De egyébként szerintem, hogyha megkapnám ezt a kócerát, simán kipróbálnám. Abszolút el tudom képzelni, egyébként még magamról is, tehát is el tudom képzelni. Miért ne? Ez a miért ne? Én engem tényleg, te nem mennél. Engem a gyerek tart vissza, tehát nem tehetem meg egy gyermekkel, hogy pattaján nőjön. Pedig egyesen elmondta, hogy nekem nincs karrierem, tehát én biztos mennék. Neked is van, de hát újját tudod építeni a kocsmába. Jó, Gábor, mit csinálna pattaján? Reggeli pattaján műsor? Kevésbé, de én például nekem ez a jamaikai bár ötlet nagyon tetszik, egy teljesen más hangulat. De például én voltam Botswanában, veled ellentétben. Voltál Botswanában? Voltam Botswanában. Képzeljétek el, hogy volt egy német pilóta, aki az Airbusnál dolgozott, még a Lufthansa-nál is, és ő azért ment oda, hogy gyakorlatilag megteremtse a Botswán légi közlekedést. Aztán. És én úgy ismerkedtem meg vele, hogy mi ott voltunk a Kalahári sivatagban, és elveszett a cuccunk, kiderült, hogy 600 kilométerre van egy másik városban, a DH oda pakolta le. És felbéreltem ezt a pilótát, hogy hozza oda nekünk a cuccot. És ő tényleg, tehát nem volt leszálló pálya, hanem egy ilyen ledöngölt kis homoksáv, és naplemente előtt 2 perccel szállt le a gép a 3 alumínium ládánkkal, és este vacsoráztuk, és annyira fantasztikus volt az élet, tehát ő ott Afrikában ilyen buspilóta tulajdonképpen. Azt mondta, hogy Harrison Ford, és azt mondtam, hogy basszus, én ezt szeretném. Szerintem ezt te elhitted. Ezt nagyon bírnám. De ugyanúgy mi Botswanában, miért mentél oda? De műsor. Hát az olimpiai játékokra. Ezt majd elmesem a frisbee-ben, de egyébként... Ja, műsorra meg... Volt egy casting. Gábor, azon gondolkodtál, hogy lennél ilyen pilóta, hogy ezzel meló van, tehát sok munka van. Tehát én azon gondolkodom, repkedni? Hogy színészként mondjuk én valahol játszom, el vagyok, tudom mi a gázsim, de hogyha új életet kezdenék, akkor én megint színész lennék valahol máshol. És azon gondolkodom, az van bennem mindig, hogy most akkor a királyok kutyája legyél, vagy a kutyák királya, ahogy annak idején a hobó megírta, hogy mi a jó. Tehát magyarul büdös a meló. Tehát, hogy nem, hanem úgy vagyok vele, hogy a Szabó Sanyi bácsi Vígszínházban volt színész, 10 évet élt kint Amerikában, játszott is színházba, és 10 év után hazajött, gyönyörű, lesült barna bőrrel, nem volt semmi hasa, fit volt. És egy év után kis pocakja volt, és a kollégák kérdezték, hogy Sanyi bácsi, hát egy év alatt így megpocakosodtál, mi történt? Mire Sanyi bácsi annyit mondott, ide ez is elég. És igen. Tényleg igazán. Igen, hogy ide ez is elég, tehát azt gondolom, hogyha valahova külföldre mennék, akkor ott keményen kell dolgozni, előről kell kezdeni. És, tehát, amit eddig és ebben van egy bály, ebben van egy kihívás. De pont ez az izgi az egészben, hogy ez a mindennapos dolog, hogy tudod, hogy mire számíthatsz, igen, elmész, megint elmondod, megint tapsolnak, ha erre kezdődik elő. De nem, mert én mondjuk mindig elő. Más hogy ebből, értem, igen, de miért gondolod de azt, hogy te elmész külföldre, akkor nulláról kell kezdened. Nézd meg a Freyt. Nem nulláról kezdi. Hát jó, neki volt felhalmozott hát pénze, de hát de te sem nulláról kezdenéd, meg te sem. Nem, hát annyira nem nulláról, de hát egy egzisztenciát meg kell teremteni, hát nem lehet a pénzt felélni, hát valamilyen módon meg kell teremteni. Igen. Anni, neked milyen tehetséged van? Talán
Szeret ilyen pörőjel arcokat szétütni. Ennyi. Nem, amivel mondjuk megélnél Jamaikában. Hát a talajtornát gyakorlatilag. A rúgtánc, meg a dugóhúzót gyakorolnom kell, de szerintem egész jól megy. Szerintem, én azt szoktam mondani Verebes István barátom, hogy ha valaki tehetséges valamiben, akkor mindenben tehetséges, mert én kreatív vagyok, lehet, hogy lehetnék Botswanában lakberendező. Tudod, nem, így meg se fordul a fejembe, hogy elhagyjam az ország. Tehát, hogy nekem ez de sosem a jó Botswanában? Hát de a jó Botswanában se. Az a baj, hogy galamba lelkem. És, mert neked itt Magyarországon van Amerika. Nekem ez is Amerika. Jézusom. Nekem meg a Balaton a Riviera. Van itt még egy hasonló multitalentum, mint Andi vagy Peti, Bálint Emese, ő színészkedik, ő harmonikázik, és a fő ismérve jelenleg az, hogy az igazinak tartogatja magát, azaz ő szűz, 28 évesen szűz, és ő a Fókuszhoz fordult, szintén ugye egy RTL műsor segítségért, hogy megtalálja a nagy őt. Idézném, úgy gondolom, hogy annyira sok az erkölcstelenség, meg az értéktelenség a világban, hogy itt az ideje, hogy példát statuáljak. Emese még nem is csókolozott, második randinál tovább nem jutott, és tetszenek neki egyébként az idősebb férfiak is, mint például Rózsa György és Ernyei Béla is. Ó, szerencsétlen leányka. Na most Ernyei Béla és Rózsa György foglaltak, de ő elmondta, hogy azért 80 évesek is ne tartóztassák magukat, nyugodtan jelentkezzenek, hát és ami fontos, van orvosi igazolása a szüzességéről, tehát ez nem csak egy piárfogás. Jó, azért hozzá kell tennem, hogy a hashtag bocskor után az esti frizbiben ő lesz az első vendégünk. Megtörtént, mert felvettük tegnap a beszélgetést. De azt mondja, megtörtént a vizsgálat. Peti vizsgálat. Doktor Hajtó! Emese felajánlotta nekem a szerveit, hogy vizsgálat. Menjünk el közösen megvizsgálni, és én... Menjünk el közösen megvizsgálni? Igen, mert én pont az esete vagyok. Petikén, vigyázz, így van az ujjad. Csak a gesztusra... Igen, kicsit a gesztusra... Sokáig össze volt kötve, mert tudod, ilyen azt azt mondta neked, jó, nem mondjál túl sokat, de mert keveset mondtál, mindjárt jön a frizbire, de azt mondta, hogy te menjél vele a vizsgálatra? Igen, az csak az benned első. Az első randi az lehet ott a nőgyógyásznál. Ja, te bejöttél neki? Be, ezt el is mondja majd. Nekem is írt levelet, nem csak a Fókusznak, azt kellett volna elmondani, hogy nekünk is, tehát nekem is írt levelet, és mi ezért hívtuk őt be. Egyébként amellett, hogy 28 éves színésznő harmonikás, emellett el fogja mondani a műsorban, szexuálpszichológus is, hiteles, és szépségkirálynő is. Hol volt szépségkirálynő? Botszban. Figyelj, csinos csaj, én megnéztem tehát... pár videót róla, meg egy-két interjút, és nagyon ügyesen harmonikázott, táncolt, egy dekoratív fiatal lányról van szó. Nem tudom, hogy miért van szüksége arra, hogy ő ezzel haknizzon, hogy szűz. Mert hogyha egy picit kitartóbb és egy kicsit odaadóbb lenne, már nem testileg, hanem lelkileg a szakmája iránt, vagy amit választ, akkor nem lesz szüksége ilyenekre, hogy ő most szűz vagy nem szűz. Nyilván van ebben valamiféle PR-kodás is, de hogyha a papír ott van, megmutatta neked a papírt? Nem. Nem erre... De és megmutatta a papírt. És elmészel majd a vizsgálatra? Tehát ez lesz folytatása ennek? Nem, fia, nem én vagyok számára az aranyszerszám, azt gondolom. Tehát nem okay. De még Gábor, téged az, hogy 28 éves nő szűz, az izgat? Picit sem. Engem ezt sem. Akarom kérdezni tőletek, hogy volt nektek dolgotok, hát most inkább a fiúkat kérdezem. Szerintem is. Szűz fiú van. De beszélsz bármiről, tehát nyugodtan majd elmondhatod te is a sztoridat. Hát ugye... De... Szóval volt valaha, hogy szűz lányal hozott össze a sors? Hát nekem azt mondta, hogy szűz. De volt. Éreztél valamit? Igen, egy kis szorongást. Hogy... az érdekes, nem. Hogy én szűz voltam, és szűz volt az első szerelmem is, és mi egymással veszünk. Az viszont szép. De jó. Az jó. És egyébként jó volt? Fia, az a pár másodperc, az nem lett nagyon jó. És ezt a tempót ma is tartom. Én például... Csak hogy nevetek, és bevonjunk egy picit ebbe a témába, hogy miért akkora misztikum ez az
ahogy a Peti fogalmazott, elvesztése. Hát így szocializálódtunk. De a lányokat a lányoknak azért fontos, ja. Szerintem. Egyébként hozzáteszem, hogy nem minden lánynak fontos ez a történet. Mondjuk az, hogy valaki 28 éves korában még jön ezzel, hogy jaj, szűz vagyok. Igen, az nem, tehát ő őrzi. De ez nem egy kincs, amit azért fontos. Volt tétje vagy súlya ennek? Persze, természetesen. Én elhatároztam, hogy csak olyannal fogok, Bravo magazin hatására, akivel valóban szerelmes vagyok, és a Popcorn magazin is azt írta, hogy ez nagyon fontos. És én ezt valahogy így a fejembe vettem, és azért körülöttem mindig úgy nagyon sok fiú volt, aki nagyon szeretett volna tőlem dolgokat, de valahogy tényleg úgy sikeredett ez a dolog, hogy én 21 éves voltam, amikor elvesztem. Na, hát az csak 6 évet voltál, vagy 7 éves. És te hány éves voltál, Eszti? Hát én fiatal voltam, de nem sokkal, 19 éves voltam, és én is vártam az igazit. Annyira jól sikerült, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy bár effektíve ilyen pressziónak voltam. Igen, meg már kínos volt. A nagymamám is kérdezte, hogy mi a baj velem, hogy miért nem osztom meg. De 21 éves korodig. Igen, egy lányos, gondolod, hogy egy lányosztályban, ahol már mindenki túl volt, már mindenem, meg már 69 napit. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkoztam fiúkkal addig, de valahogy nem jutottam vele. De nem tartogattak, nem tartogattak, nem az volt, hogy én most akkor úristen nem, de hogy is. Úristen nem. Én mindig válogattam, vártam, hogy jön, majd ő le. Igen, ugyanez, hogy válogattam. Ez kell egy bizalom. Lelki, igen. Na, volt, igen, akkor igen, mikor igen. Volt az, amikor először felmerült benned, hogy most odaadod? Hát tessék, ez most az övé lesz. Hát nyilván akkor, amikor találkoztam egy olyan fiúval, akiről azt gondoltam, nem túl éretten, hogy ő lesz mondjuk egy ilyen, nem az, hogy a férjem, de hogy egy hosszú távú kapcsolat, akiben megbízhatom, akit tehát szeretek. Tehát megérdemli? Tehát megjutalmaztad ezzel? Nem, magamat jutalmaztam meg azzal, hogy nem egy senkiházi trappista sajttal csináltam ezt a régi, hanem egy megbízható, jóképű, jófej sráccal, akiről azt gondoltam, hogy szeret engem, és vigyázni fog rám. Mert egy első alkalom azért szerintem nem egy fáklyás felvonulás, legalábbis egy nőnek. Igen, tehát az lesz, hogy erre készülni kell lelkileg is. Nincsen kalandozás, tehát azért tudod. Persze, de nem hát az akkor volt, is hogy tart tőle egy 19 éves lány. Hát akkor egy 28 éves is tarthat tőle, gyerekek. Hát ez most egyre rosszabb lesz. Akkor. Na majd, amikor. Te hány éves voltál? Én azt hiszem 6. Ja, nem. Nem, hát szerintem ilyen 16-17 éves. Véletlen ráestem egy ára. És elvesztettem a szét. De úgy, hogy nekem, de most komolyan, azért furcsa, hogy nekem a nagypapám még harcolt az első világháborúban. Ajaj, ez hosszul lesz. Nem, padláson volt a Magyar Honvédség, honosított egy úgynevezett háromlábú tábori fa***na. Ez volt a neve. Hordozható. Vérnád ezt a szerkezetet? Ilyen három lába volt, olyan, mint most a fotóállványoknak, ilyen csavaros, tehát lehetett magasságra állítani, és egy ilyen faragott fa***. Van a tetején. És azt lehet hordozni, a fronton vitték. És te? Igen? Most akkor először az ujjammal próbáltam, szálka ment bele. Steve, te ugye a hortobágyi gyerek vagy. Hát persze. Én ismerem ezt az eszközt, ezt az inszeminációhoz használják a marháknál. Igen. Tényleg? Miért nem mondtad hamarabb? Ez az? Felolvasnék nektek egy levelet. Sejtelmem sincs, hogy mi lesz. A levél írója a méltán híres Alekosz, és a címzet, olvasom, hogy a borítékra ráírta, Kim Jong-un 1001, Fennyan, Kim Il-sung tér 1-3. Kedves vezető, elsőségi. Kazinci nyelvén szólítom meg önt. Ahogyan arról már nyilván ön is értesült, szeretett hazám első média csendőrévé avanzsáltam magam, hogy gátat szabjak az elharapódzó erkölcsi romlásnak, mely észrevételül deportálja hazafias lelkületünket a szellemi gulágba. Jó. Ez értelmezhető eddig? Abszolút. De nekem Andi bejön a stílusa. Nem, azt sem tudom képzelni, hogy tényleg leül és leírja. Le. Hát van az kézzel írta mennyiség. Ő ezt? Kézzel írta? Hol van, nézd? Szerintem igen. Hát a borítékot kézzel. Egyébként gyöngybetűvel írta. Kim Jong-un. Hülye az a postás, amelyik nem tudja elolvasni. Az a koreai postás. Kim Jong-un, tiszta hülye nem tudja. Észak-Korea. Azt hiszem, hogy itt téved, Alekosz, mert nem így hívják ennek az országnak, ez nem a hivatalos neve, igen, hanem a Népi Demokratikus Koreai Köztársaság, azt hiszem.
Észak-Korea. De megtalálja, hát oda megy, hát figyelj. De a levél oda fogja. De látjátok Kim Jong-un, hogy így folyamatosan megy a postás, hogy tessék aláírni, mert visszavisszük a postára. De nekem nem kell az a legutat, de nekünk kell ez Magyarországra, hogy ott is egy ilyen kavarodás az de egész palotában. De tényleg igaza van, nincsen, hogy Észak-Korea, tehát nem fog odaírni a levél. De lehet, de hogy még... Hát valaki úgy fejlesz majd. Lehet, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság a neve. Lehet, hogy lesznek olyan kedvesek a postások, és ráírják, hogy... hogy a Népi Demokratikus Igen, és akkor talán eljut. Na jó, de akkor még mindig gond van, tehát amikor megérkezik a fenyáni postahivatalba, érted a sok-sok koreai... És akkor ott a postás kezébe, aki nyilván ott is egy bringás ember. Érted? Mi ez? Már szemüveges? Látom. Folytatom a levelet. Magasztos célom tehát a mozdonyt, vezetőket körbefogni, felettük diadalmat ülni. De mi baja van mozdonyvezető? Igen, ezt most nem értem. Addig azonban, nem baj, nem kell mindent érteni, addig azonban nem tudok kellően hazámmal kapcsolatos teendőimmel foglalkozni, míg a nemzetközi helyzet nem stabilizálódik. Hazám szellemi fáklyája vagyok. Jó, de ez nem baj. Figyelj, én elmegyek Salzburgba, nagyjából azzal a retorikával fogalmaz, amit ugye Észak-Koreában szeretnek. Igen. Hazám szellemi fáklyája vagyok, de fényemet nem tartóztathatom meg a világtól sem. Itt már szerintem valami szellemi közösséget érezhet ki. Tehát akkor már a világ fáklyája igazából, nem csak hazánk. Na, de ott is van egy világ fáklyája, Kim. Hát csak nehogy félreértse meg, Kim angolul beszél, hogy fáklyá. Fáklyá. Másodszor mondja neki, hogy fáklyá. Most bekeményít Alekosz, ezen buzgóságom közepette utasítom Önt, a közép és nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták leszerelésére, hiszen szellemi forradalmamat kifejezetten rosszul érinti, ha Ön továbbra is rakétákkal egerészik. Hát ugye ez a delírium, bejön a delírium, ahogy részegen írta a fehér egér effektus. És mindezt magyarul, írta. No de. No de! No de, ne csak dorgáljam Önt! Kifejezetten üdvözlöm ama gesztusát, hogy déli szomszédjai felé nyitottságot mutat, és különösen boldogsággal tölt el a tudat, hogy, hogy hivatalosan is küldöttséget küldött szánkózni Pyeongchangba. Alekosz megragadta a téli olimpia szellemét. Szánkózni. Küldöttséget küldött szánkózni Pyeongchangba. Soha többet nem megy vissza a küldöttség szerintem. Az irány jó. Az irány jó. Meg is dicséri. Ennek fényében ezennel meginvitálom Önt Érdre. A Bátori utcába, ahol egy magyaros birkapörkölt mellett vitatjuk meg a további teendőket. Legyen ez a bárány, az előbb birka volt. Igen. Lehet húsvétra gondolt, hogy akkor amennyi. Mire megérkezik, birka lesz a bárányból. Legyen ez a bárány a békének szövétnek-e, van ilyen szó? Szövétnek nincsen, de Kazinci szellemében ugye azt mondja, hogy ő nyelvújító. Specsétül az felett álljon a magyaros kovászos uborka, mely bús ugyan, de ereje fennyangig ér. Ahogy az államalapító Kim Il-sen fogalmazott volna, és itt koreai beidéz valamit, fordítás, a béke csak a kezdet. Várom Önt, kedves vezető, várlak, kedves barátom, tisztelettel Nagy Alekosz, médiacsendőr, 2018. február 19-e, Érd. Érd. Azt írta a végére, hogy kedves barátom. Igen. Kedves barátom. Hát ott már le is tegezi, mert már eltett már... De az a baj, hogy ez egyébként... a hülye, ez tényleg elhiszi, tehát szerintem a Hujber megtalálta a párját. Egyébként fantasztikusan felépített levél, hiszen ugye először... Hát megszígya, de utána azt mondja, hogy gyere barátom a keblemre, eszünk egy jó pörit, eljössz Érdre, meguborkáztatjuk magunkat, és minden oké. Okay. Köszönöm, kibátlan. Egyszerű fordítása annak a... Szerintetek várja? A Kim Jong-un? Biztos. Nem, hanem mikor érden Kim Jong-unt? Hát Frankon, persze. Biztos. Az a baj, hogy az a film, amiben te vagy a zseniális szinkron hangja Kim Jong-unnak, az interjú film, egy picit erről szól, hogy két amerikai újságíró egyszer csak valahogy interjút akar, és azt mondják, gyere. Tehát mi van, hogyha tényleg Kim küld egy levelet, vagy igen, egy válaszlevelet, hogy gyere, Alekosz. De miután Steve tényleg egy zseni, ez a levél megszületett. Kim Jong-un válaszolt Alekosznak. Azt a nézzétek meg!
Kedves Alekosz, megkaptam a leveledet, sajnos az a baj, hogy ajánlva adtad fel, ezért a feleségemmel el kellett menni a postára. Azt írod, hogy az országodban te vagy a média csődör, az én országomban pedig én vagyok ez. A mindenek felett álló vezető. Alekosz, nagyon köszönöm a meghívást, mindenképpen elmegyek Érdre, csak néhány személyes holmit viszek magammal, azokat a rakétákat, amiket kifejezetten utazás céljára terveztek nekem, hogyha megjelenek valahol, mindenképpen legyen nálam. Mivel nem szeretek egyedül utazni, a pártkatonáimnak bejelentettem, hogy velem jöhetnek Érdre. Nagyon-nagyon örülnek neki. Hát akkor minden jót, és viszlát, Alekosz! Legyen ez egy méltó vége a műsornak. Jaj, köszönöm kis. Szépen, Kim Steve. És köszönöm szépen, hogy itt álltátok a sarat. Itt volt velünk ma este. Falkó Eszti! Balázs Andi! Hajdú Peti! És Hajdú Steve! Külön köszönet a levélért! Most folytatódik a frisbee, és tényleg baromi kíváncsi vagyok, hogy ugye Emese is többek között vendéged lesz. Igen, Bálint Emesével kezdünk, a 28 éves színész, harmonikás, szexuálpszichológus szépségkirálynővel. Szűz és hárfás. Harmonikás. 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 Aztán utána az Abba Musical két sztárja, Hajdú Steve és Gallus Niki. Zakót meg inget cserélek, a nadrág marad, jó? Sőt, Gallus Niki énekelni is fog, Steve pedig táncolni velem. Micsoda folytatás itt az ATV-n. Köszönjük szépen még egyszer. Jó, tehát a frisbee, és egy hét újra a hashtag Bocskor. Jó éjszakát, viszont átásra!